Igen, jön a Mortal Kombat, de a véregzésen túl is lesz mit nézni áprilisban. Mostanra tényleg rutinszerűen fordulunk a streaming szolgáltatók újdonságaihoz, melyek közt az előbb említett játékadaptáción kívül is sok izgalmas csemegét találunk. Hogy melyiket mikorra és hova várhatjuk, azt videónkban már is összefoglaljuk. Jöjjön az intro, utána pedig a hónap legfontosabb bemutatói. Wonder Woman 1984 hivatalosan csak most debütál hazánkban. A járvány miatt sajnos jó messziről megkerülve a vásznakat, helyette viszont már is magyar szinkronnal bemutatkozva az HBO Go-n. Gal Gadot hősnőihez már jó pár hónapja bejelentették a harmadik szólófilmet is, ám míg a folytatásra várunk, addig is lehet újrázni vagy pótolni a második felvonást. Benne a visszatérő Gadottal, Chris Pine-nal, valamint a gonoszok táborát erősítő Kristen Wiig-gel is. Végül, de nem utolsó sorban pedig a még Nicolas Cage értelemben is túlzó Pedro Pascal-lal. Magyar címadás tekintetében a Netflix egyértelműen a Lecsap csapattal csapta le a lecsapnivalót. Szóljon azért a szuperhősfilm mellett, hogy most kivételesen nem egy képregény adaptációról van szó, no a történetet így sem bonyolították túl. Octavia Spencer tudós karaktere véletlenül a legjobb Barry-át, Melissa McCarthy karakterét is szupererővel ruházta fel, így csapatostul kell, csapatniuk Chicago gonoszai ellen. A hónap kiemelt eseménye egyértelműen az új Mortal Kombat film április közepi premierje. Ennyi silány játékadaptáció után persze még mindig kellő fenntartásokkal érdemes várni az újabb értelmezést, de nyugtasson mindenkit a tudat, hogy Sub-Zero, Scorpion és a többiek immáron kevésbé visszafogottan, magasabb korhatárkarika kíséretében fogják kegyetlenül szétmarcangolni egymást. A film egy szebb világban a hazai mozivásznakat is mostanság támadná be, csak hát ugye a koronavírus járvány erről még mindig más véleményen van. Legalább az HBO Max-es stream premiernek már semmi nem állhat az útjába. Willem Dafoe és Liev Schreiber után Michael B. Jordanen a sor, hogy Tom Clancy híres szélkommandósaként akciózzon. A Bűntudat nélkül című regény filmadaptációjában oroszok végeznek John Kelly, avagy John Clark szeretteivel, aki így bosszú hadjáratba kezd, hogy menet közben még egy világra szóló összeesküvésbe is belefusson. A film az eredeti tervek szerint nagyvászon akart megmutatkozni, csak hát a járvány közbeszólt. Minden esetre immáron Bűntudat nélkül debütálhat az Amazon saját streaming szolgáltatásán. Olyannyira nem kapkodt sólyom is a Télkatonája saját Disney Plus-os sorozata, hogy pár új, a képregény imádók által jól ismert Marvel karaktert és egy-két méretes akció szekvenciát leszámítva még mindig csak bandukol a cselekmény. Hát ha azért, mert az MCU második sorozata hamarosan szédítő sebességre kapcsol, vagy legalábbis komoly izgalmakat tartogat számunkra az elkövetkezendő hetekben. Anthony Mackie és Sebastian Stan karaktere, na meg vadiói sokak által egy-kettőre körbe utált Amerika kapitányunk péntekenként folytatja a Disney Plus-on. Joss Whedon, az első két bosszú állók és az Igazság ligája hírhet moziváltozatának filmese tavaly hagyta ott az HBO-s The Nevers-t, amit így már nem az ő nevével filmjeleznek hivatalosan, a produkció pedig a tervezett 10 helyett egyelőre 6 epizóddal kezdi meg pályafutását. Ennek ellenére is ambíciózus próbálkozásnak tűnik a viktoriánus koré, ha úgy tetszik, szuperhősös széria, amiben a többségében nőkből álló, nem mindennapi képességekkel megáldott érintettek szállnak szembe mindazokkal, akik erre rászolgáltak. Hát ha így változásra lehet bírni a világot. Úgy tűnik, a Grisha Verzum könyveket adaptáló Shadow and Bone, Árnyék és Csont lesz a Netflix legnagyobb sorozatos durranása áprilisra. A fantasy széria főhőse Alina Starkova, aki háborút út a hazája hadseregébe besorozva a Bajós nevű árnyzónába kényszerül. A konvojt útközben támadás éri, de ekkor hirtelen fényderül Alina még saját maga elől is eltitkolt erejére, amiről biztosra vehetitek, hogy mindent meg fog változtatni. Nagyon reméljük, hogy a streaming szolgáltató eddig felemásra sikeredett fantasy felhozatalában is. Elég sokáig kellett várnunk a Szolgálólány meséje 4. évadára, 2020-as pihenője után viszont végre visszatér a sorozat, vele együtt természetesen Elizabeth Moss, azaz June Osborne is, akit a 3. évad végén látottak után talán jobban fűt a bosszúvágy, mint valaha. A 4. etap már is 3 epizóddal rajtol el a premier napján, hogy aztán összesen 10 epizódon keresztül vigye tovább Margaret Atwood világhírű disztópiáját.
Szerintünk ezek a premierek teszik igazán változatossá az áprilist. Ti melyiket várjátok a legjobban? Valami kimaradt volna? Írjátok meg kommentben, teljes listánk pedig írott formában megtalálható a GameStar.hu-n. Ha tetszett a videó, mindenképp hagyjatok itt egy lájkot, valamit iratkozzatok fel és bökjétek be a csengőt is. További előnyökért pedig lessétek meg a csatornatagságot is. Részletek a leírásban található linken. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!